Kis Judit Ágnes magyar és drámaszakos tanár első kötete 2006-ban jelent meg Irgalmas vérnő címmel. Munkásságáért az elmúlt években Junior Parnassusi díjat, Mozgóvilág Nívó díjat és Artisius irodalmi díjat, 2012-ben pedig József Attila díjat kapott. Kürti László az érdeklődőknek elmondta, hogy a költőnő irodalmi indulása robbanásszerű volt. Kis Judit Ágnes az esten mesélt arról, hogyan születnek a versei, elmondta, szerinte miért fontos a szerelem a versíráshoz, és arról is beszélt, hogy a művészet segít túlélni a nehézségeket. Nem érzi hátránynak a pályán, hogy nő és élvezi a nőiségét. Ez a műveiben is tükröződik. Készülőben van egy gyerekkönyvem, mert hogy én anyuka lettem, és azért ez Laci rá is kérdezett, hogy hogyan hat az írásaimra. Hát így, hogy a kislányomnak mondott mesék most meg is fognak jelenni. Van egy majdnem kész verses kötetem, amit igazából már csak szerkeszteni kell. Most jelent meg egy nagyobb méretű regényem a Könyvhétre, és valahogy annyira jó olvasói visszajelzéseket kaptam, hogy ez felbátorított arra, hogy a további próza ötleteimet is megpróbáljam megírni, úgyhogy van bőven tennivalom. Az elmúlt években az olvasók a Kürti László vezette rendezvénysorozaton találkozhattak többek között Térei Jánossal, Szabó T. Annával, Kemény Istvánnal, Jónás Tamással és Tóth Krisztinával is. A szerzők nem csak Nyíregyházán, hanem Máté Szalkán is részt vesznek beszélgetéseken, és az Esze Tamás Gimnázium rendhagyó irodalomóráin is. Én azt látom, hogy nálunk egy nagyon komoly ilyen értelmű szellemi műhely alakult ki. Nagyon tetszik az, hogy a kollégák és a vezetőség is teljesen pozitívan áll a dolgok mellé, és tudják fogadni és befogadni a kortárs irodalmat. A Költők egymás köt című sorozat novemberi vendége, a Magyar Írószövetség elnöke Szentmártoni János lesz, tavasszal pedig a tervek szerint Háj Jánossal és Lackfi Jánossal találkozhatnak majd az irodalombarátok a Móri Zsigmond megyei könyvtárban.